Ötödik stáció. Cireneből jött, messze földről. Munkából jött, az anyaföldről, mindenképpen a földfia. Kényszerítették, hogy véghez vigye boldog tettét. Segítsen az Isten fiának a keresztet hordoznia. Jött a szántóföldről, az áldott mezőről, éppen, hogy elfogyott a munka kezéről. A réti virágok, a szelíd olajfák voltak a társai, azok vigasztalták. Azok is biztatták kövér esztendővel, földekben, fiakban áldott jövendővel. Egyébre, nagyobbra vágyát sosem érte. Tartotta a törvényt, az urat dicsérte, Izrael reményét várta türelemmel. Ábrahámnak igaz fia, igaz ember. Ha a hév nap után a hűvösön este a sok kicsi szájnak kenyerét megszegte, boldogabb, békésebb ember nem volt nála. És most megragadják, s borzadó vállára, melyen még az egész nap terhe ott reszket, rárakják a térdet csuklató keresztet. Tiltakozott előbb, küszködött, kiáltott, mi közötök hozzám, mi közöm hozzátok? Nem vagyok én rabló, lator, útonálló, rendes ember vagyok, dolga után járó. Soha sem volt nekem életemen által semmi ügyem, bajom, semmi hatósággal. Azt sem tudom, mi ez, hogy így összecsődül ez a tenger népség városból, mezőrül, s ez a boldogtalan. De hát a dolgotok, tegyétek, mit bánom, csak engem hagyjatok. Így a cirénei, de hiába morgott, nem állta végül is a sziszegő ostort. Vállával alája feszült a keresztnek, szétnézni alóla csak azután kezdett. Miféle menet ez? Kik ezek a népek? Szíriai rongynép, római pribékek, szitok a szájukban, a kezükön korbács, utánuk sereggel a templomi szolgák. Nyomukon kövesült orcával lépdelnek méltóságos vének papi fejedelmek, a vérmocskos utat seperi sodorja köntösük aljának két araszus bojtja. Körös körülöttük fenekedő zajjal, mind az egész város szemete, legalja. Csikorgó fogakkal köpködve, sziszegve, az öklüket rázzák ezren, amaz egyre, kit veszteni visznek a Golgota hegyre. Ki ez a férfiú? Simon odafordul. Éppen most rángatják újra fel a porból. Feláll, egy pillanat, csak egy a szemébe, Jézus Simonéba, Simon az övébe. Veti neki vállát már is a nagy fának. Megyen a Jézussal, föl a Golgotának.